Ez három ilyen nagyon fontos gócpont, de emellett még egyébként ennek sok érdekes és látható eleme van az okos várostól, mert most már ugye a fiatalság örömből, hogy képviselő úr okos város szeretnénk, informatika, internet, ismeretlen szavak bukkannak fel az életemben. Tehát ezeket mind így teljesíteni kell ezeket az igényeket, ezen tervezők, szakemberek dolgoznak, de ugyanúgy megvan a sport infrastruktúra iránti igény, a játszóterek fejlesztése. Tehát ezek ilyen, hogy is mondjam, ilyen, már nem, talán valamelyik megyei hír úgy jelent meg, hogy kívánságkosár. Hát ez már nem kívánságkosár szerencsére, hanem több attól, hiszen a programok egy jelentős része összeállt. Még nem teljes, még nem egész, de a pályázat be van adva. Fölkerül az asztalra az energetikai fejlesztések, mert az mondjuk mégsem járja, hogy ugye a strandokon itt a melegvíz és nem is tudom pontosan, hova lesz a használt víz. Süt a nap, 40 fok van, panaszkodunk, és még mindig azt mondom, hogy nincs elég napelem fölrakva. Szóval, hogy ezeknek az energiának a forrásait használjuk már ki, hát itt a lehetőség, hát nem is értem, hogy miért. Egy nagyon komoly termálvízbázis van alattunk. A nap az, amikor kiszúr velünk, ahogy említettem, 40 fok alatt szóba sem áll. Tehát ezeket ha lehetne használni. Sajnos még mindig van az előző időszakról két pályázat, ez a Honvéd utcai óvoda, amit már talán most fogadom meg, hogy többször nem fogom szóba hozni, csak akkor, ha kész lesz. A másik pedig lényegében ott az a kerékpárút, ott a Kossuth utcán. Tehát türelmünk, hogy is mondjam, most lakosságként mondom, a türelmünk azért véges. Tehát most már tényleg ezt vagy csináljuk meg, vagy mondjuk azt, hogy tényleg itt valami olyan dolog történt, ami miatt ez már nem megy. A fontos dolog, hogy erre a pénz megvan. Csak ami mondjuk 4 évvel ezelőtt lefedett mindent, az most kétharmadára elég. Tehát ezeket az időveszteségeket, ezeket forintban mérik most már. Én azt hiszem azért, és tényleg ilyen utolsó bizadalma, mert nagyjából még néhány hónap van arra, hogy ezt tényleg rendesen kezdjük el, mert ha nem tesszük, akkor utána valaki egyszer tényleg azt fogja mondani, hogy kedves ladányok, hát adtam nektek pénzt, azt nem építettétek meg, hát akkor lehet, hogy én kapom ezt a mondatot, amikor mondom, hogy Püspök Ladány ügyében jöttem, és akkor megkérdezik, hogy mi volt eddig. Türelmünk azért véges.